Üdvözlöm Önöket! Most a stúdióban egy olyan vendéget köszönhetek, aki már nagyon régóta ecsettel a kezében éli az életét. Kíváncsi és befogadó alkat, Kerekes Sándor képzőművész. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon sok képet lefestett már. Az mitől függ, hogy mi kerül a képre? Tehát mi az az impulzus? ami ad késztetést arra, hogy aztán témává váljék egy gondolat, egy érzés bármi, egy emlék? Hát ez egyedi dolog, ember vannak általános szabályok. Nálam, nálam, az alkotás folyamata az, az néha évek hosszú során tart maga. Tehát a, a, az alkotás beillelése, az ihletnek a kódolása. Tehát van egy, van egy ötletem, vagy van egy, van egy élményem, vizuális egyértelmű, vizuális élményem, és, és azt valamiféleképpen kódolom magamba. Hogy az hogyan és mikor jön elő az a, az a kód, az attól függ, hogy mennyit dolgozom. Tehát miután az ember vászon előáll és a vászon visszaszól, akkor indul meg egy folyamat az alkotóba, amelyet én így egyszerűen így tudok elmondani, visszaszólt a vászon, és akkor csak ő meg én vagyunk. És, és ez, 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 ezt a folyamatot be kell fejezni. És mindaddig valamikor napokig tart, valamikor 10 perc alatt megvan az alkotás. Tehát az ihlet és a, a, a múzsa és az ihlet között van különbség, van, van. És ennek ez egy hosszan tartó folyamat, amely, amely, utána kipattan. Többször kérdezik tőle, hogy mennyi ide alatt festette meg ezt a képet. Hát mondom úgy, 62 év, meg, meg három óra hossza, vagy mit tudom, néhány nap és három óra hossza. Tehát kell lenni egy, 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 ilyetem, egy szakmai tudásnak, egy, egy, kell lenni egy olyan ecsetkezelésnek, egy olyan formakezelésnek, egy olyan, olyan érzés, érzésnek, amely, 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 rávezet a magára a vászonra, és akkor maradsz te és a vászon, és akkor az már, az már, az már alkotói játék. Nekem, hál' Istennek még mindig alkotói játék, és visszamenőleg 55 éve festek aktívan, 55 éve ezelőtt volt az első kiállításom, és, és egyértelmű, hogy, hogy, hogy üdén, fiatalosan, és, és ez látszik a képeimből is, amelyek arra utalnak, hogy, 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 van bennem egy olyan, olyan szubjektív erő, amely, amely, amely belőlem mindazt, ami, ami abban, abban a percben a vászonra kívánkozik. Azt mondta az előbb, hogy a, válszon visszaszól. Igen. És vajon hívogatja is? Hát, nem. Vagy ez kérdése? Nem, kérem szépen, egyértelmű, hogy itt dolgozni kell. Egy profi festő az nap, nap, után dolgozik. Vagy karcol, vagy krokikat készít, vagy, vagy alkot. Tehát, tehát maga a mű a, a, a vásznon születik meg. Nem elméletben nem kigondol, hogy most ott lesz a virág, vagy itt lesz az akt, vagy, 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 vagy ilyen forma. Nem, ez, 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 ez rossz hozzáállás, és, és nagyon amatőr hozzáállás. Ennek, ennek van, egy, van egy folyamata, amely, amely logikusan munka közben beérik történt velem már olyan, hogy én, hogy én aktot festettem, és végül tájképlet belőle. És nyugodtan aláírtam, és semmi lelki is fordulást ismeret nélkül, mert, 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 maga a vászon visszaszólása oda késztetett, hogy ez a színvilág, ez a formavilág, ez, a, ez, ez, ide, ide vezet. És én ezt ezt, 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 szabadon ápolom is, és nem is titkolom, és azt hiszem többi kollégám sem titkolja ezeket a dolgokat talán nem mondja ki ennyire nyilvánosan, de én ezt nyilván senki tudom mondani, ki merem mondani, hogy kérem szépen a mű a vásznon születik meg, és mindaddig még alá nincs írva, addig vajúdik bennem, addig, addig, addig valamikor napokig tart. Valamikor ötletet évek hosszú során hordok magamba tudat alatt bekódolva egy mosolyt, egy 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 egy, 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 gyönyörű tájat, tehát értem alatta hogy én imádom Szabadkát, és imádom a Vajdasági tájat, imádom Szabadka lankásait, buckáit, és, és egyértelmű, hogy azok között sétálok, és ott kódolódnak az élmények egyértelmű értelmi szempontból pedig pedig még hozzáadva, ráépítve vannak tapasztalatok, amellyel megérik bennem. Az a tudat, hogy ebből kép lesz, hogy lesz-e belőle, azt nem tudom. Tehát akkor, amikor vászon visszaszól. Sőt, ezek az élményeket aztán versé is festette, és versé is festi még mindig, ez most kérdésére verseket manapság. Hát van egy ilyen, igen, én már 30 éve írok verseket az én állandó elnevezései a verseimnek, illetve köteteimnek, hogy verset festek. Rényegében a, a, a vers festés az úgy született, hogy kint volt Kelebián a műtermem 35 évet, és néha, néha be kellett rohanni a városba, egyéb ügyes-bajos dolgok miatt, családi beszerzések és egyebek, és úgy, úgy festő köppenybe, vagy úgy, ahogy voltam, azon fogom magam, hogy te jó Isten, még ezt meg kellene húzni, ezt a vonalat, és akkor kezdtem jegyzetelni. Jegyzetelni a, a, a gondolatot, amit, am, amelyel abba hagytam a képet. Ezekből születtek a kerekes versek, és ezek azok az üde szintén, és és elmélet, elmélyült versek, vagy, vagy csak kis, ö, ö, kis gondolatok, amelyek, amelyek, amelyek versé alakultak át. Magadkai Ősz ez a verses kötetének a címe, ugye. és én azon gondolkodtam, ugye nézve a képeit is, azon gondolkodtam, hogy vajon ez a, az ősz, a hangulat, ez egyfajta borulátás, vagy egyszerűen a színek vagy az elmúlás felé való vonzódás, vagy az ezzel való foglalkozás. Tehát va, va, van-e ennek megfogható oka, amiért pont az ősz, és nem a tavasz, és nem a nyár, és nem a tél, Fején találtad a szöget. Én ezekkel a gondokkal küzdöm 70 éve. Ezekkel a gondokkal, élményekkel táplálva, gyakorlattal, élmények kellemes és kellemetlen élményekkel. Tehát talán onnan indulnák ki, hogy én nagyon szeretem Szabadkát. Szülővárosom 5-6 generációra vissza tudtam vezetni a családfát, és, és egyértelmű, hogy, hogy, az élet ősszel érik be. A gyümölcs ősszel be. Bár, bár, bár a kerebélyi parasztokkal többször, többször, vitáztam, vitáztam időzőjelben, hogy, hogy hát itt az gyerekek aratunk és hordjuk be a szalmát, már megkezdődött a betakarítás, tehát ottan ugye július, június vége fel már aratunk, de, de ezek szerint az egész élet egy, egy, egy körforgás, ezek szerint az egész, az egész természet, ismét mi a természet összetevő részei vagyunk, ezek szerint ott kell, hogy legyünk egy, 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 egy szegmentjébe a, a, a természetnek, és ott is vagyunk születünk is elmúlunk. Ennyi az egész. Amikor olvastam azt, hogy a, a műterme palicsom volt, ezt hiszem ez még a 70-es évek ideje, Igen. és akkor egyszer kirabolták kerekes urat, és egy tetemes mennyiségű mindenféle grafikát és festményt és bármit elvittek. Ez, ez nekem nagyon regénybe illő történet. Tehát, hogy, hogy akkor még ugye ön viszonylag a pályája elején volt. 10-15 éves alkotás után. Tehát, így. hogy ez, egy, ez, ez, a rablás, ez igazából a kerekes úr munkáira irányult, és el akarták vinni. Tehát, hogy ez, erről mesélje, hogy ez hogy történt. Tehát nem, volt csak leírva, és nagyon sok kérdője van. Az mennem. utolsó gondolatomat mondom, és akkor, akkor elkezdem előről. Utána 7 évet nem tudtam festeni. Nem tudtam ecsetet fogni a kezembe. Annyira, annyira letört. Megrázták annyira megrázott, annyira, 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 letört, hogy, hogy nem, hét évig nem alkottam egyáltalán. a Lodasi Művésztelep többször húzcokodott, egyértelműen Lodasi Művésztelepnek egyik alkotó tagja vagyok, Török Pista, Török, Sándor, Magyar Jancs, többiek mellett. Az utolsó szállásunk, ez a Bagolyvár volt, a községtől megkaptuk a Bagolyvár épületét, és oda rendezkedtünk be. Akkor már a többi kollégának volt a műterme, vagy oda-haza házba volt valamilyen. Én egy több lakásban laktam, egy panel lakásban is, és hát nagyon-nagyon-nagyon tetszett a családnak, hogy na végre innen a papa kihurcódik az össz cuccával. Persze a képeket megőrzik, csak, csak ami, ami, ami körülöttem van, az, 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 ugye mindig, mindig egy sürgés forgás, mindig telített egy, 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 egy terem. És én akkor a köcsögeimet, a díszeimet, egyéb kedves tárgyaimat mind kivittem oda. És talán, és az első megjelent rajzomtól, amelyet, amelyet az ifjúság vagy a magyar szó hozott le 60, 61-62-be. Azokat mind szépen mappába raktam, dátumozva, mint egy tanító növendék, hogy én akkor a tanítóképzőbe jártam, és, és, rendszerezve a dolgokat, az úgy szőrén szállán eltűnt, és közel 500-500 festményem, ilyen rajzok, vázlatok, komoly, komoly érett művek eltűntek. A kérdés az, hogy, 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 hogy hol vannak. Én, mi lett én mindez, igen. igen, mi lett a fejleménye? Az lett a fejleménye, hogy, hogy én akkor rendőrség, illetve a csurgói művésztelepen nem csak az én dolgaimat, én, az én, voltam legkomplettabban, ki, itt volt Bíró Miki is, de ő neki a, 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 Palicsúton volt, ugye az ő családi házánál volt egy, egy kis műterme, és ott javarészt onnan csak, csak kibeszaladgált a Bagolyvárig meg vissza. És mi volt a kérdés, hogy hogyan. hogy, hogy, hogy... Hát, hogy visszaköszöntek ezek a képek, aztán Igen. később lett a fejlemény ennek a dolognak. Hogy... Hát le, a, sajnos sajnos ö, 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 anyagi és értékbeli fejleménye nincsen. Visszakaptam kettő képet, Belgrádból valamilyen ügyvédtől hozta vissza a két jár, járőr. És hát kérdezem, hogy hát jó, de hát hol találtak? Azt mondja, valami ügyvédnél vették át a képeket, és azt mondták, hogy erre címre hozzá kell. Persze mi akkor rögtön ö, 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 írásban leadtuk. Én én részletesen leírtam a képeknek a kb. a tartalmát, az értékesebb nagyobb képeknek a tartalmát is, meg a színezetét és elveket, és azt de most is őrzöm. Nem lett meg, és, és talán ezzel ne is foglalkozunk, nem lett meg. Ö, most a kiállítás után felhív egy úr, és azt mondja, hogy hát kerekes úr, nálam a szobában van egy, és, és lefotózza. Nagyon tisztelem az urat, hogy, hogy ezt megtette, de abba a percben az jutott eszembe, hogy az több mint 40 éve készült kép, ottan a 80-as években valahogy készítettem azt a képet, ar arra, arra, a korszakomra emlékszem, és mondom, te jó Isten, talán nem a lopott holmiból van ez. És akkor persze megbeszéltük, hogy elmegyek és megnézem, de, de, de visszaüt az a gondolat, hogy valahonnan, mert ez tudatosan, valaki, valaki tudatosan úgy gondolták, hogy előbb a kanalat, akkor se leszek értékesebb, én állítom. Mint, sőt, hogy értesedek sokáig, még, még én, én ezzel a kiállítással azt szem, hogy, hogy megmutattam, hogy újat is, üdébbet is, és üdébbet, és, 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 mindig újat és mindig újat, és esztetikailag beérettebbet tudok adni. Úgy konferáltam fel önt, hogy képzőművész, de mondhattam volna a költőt, mondhattam volna a szociológust is. Így van. A szociológia szintén ez a fajta, vagy a szociológiát szintén ez a fajta érzékenység generálta? Ö... Igen, igen. Én gyakorlatban dolgoztam kétszer 10-15 évet, tehát összesen egy a munkaéveimet, 28-29 évet a szociális védelemben dolgoztam de és az, abban az operatív munkában rengeteg, rengeteg emberi sorssal foglalkoztam. Mert emberi sors, az pedig, az pedig egy életkérdése, egy életvitel kérdése, egy környezetrajz kérdése. Egy környezet és, és, ezeknek a megítélése, illetve ezeknek a boncolgadása, talán itt vannak legközelebb a versek, itt épültek be a versek ezekbe, ezekbe, ezekbe gondolatokba, amely nagyon felelősségteljes és nagyon nehéz munka, felelősségteljes és nagyon nehéz, hogyha ezt becsületesen és, és szível, lélekkel csinálja az ember hivatásaként. Tehát, tehát én pedig amihez hozzányúltam, mindig igyekeztem, nem a perfekciók, de igyekeztem megtenni minden téren, amit vállaltam. Így a Városi Szoborbizottság elnöke is vagyok, azt nem mondtad, de nem azért, hogy kérkedjek vele, hanem mondjuk erre témára is kitérhetnénk egy-két néhány gondolattal szabadka, szobabizottság igen, szabadka terei és egyebek, egyebek, talán, talán erről, erről, erről is most Hát beszélnék, beszélnék, mert, mert vannak nyitott kérdések. Egyik szobor, másik szobor most visszaállított, illetve a 200 éves évfordulóra visszahozzuk a Szent Háromság szobrát, és, és ez, 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 ezt, ezt a úgymond a én bizottságom hozta meg ezt a döntést, és több-több nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szobrát, azon is gondolkodtuk, hogy Florian Szent Florian szobrát is visszahozzuk, mert valamiféleképpen vissza kell adni a városnak egy, nem visszaadni, hanem megőrizni azt a, azt a lelket, azt a városképet, amelyet, amelyet, amelyet ideológiák és, és egyéb anyagi, vagy, vagy nem tudom milyen térérzékben, talán a városrendészetnek kellene komolyabb szakemberrel szakembert megbízni, vagy, vagy ennek a, ezeknek a szakembereknek komolyabban kellene belenézni a dolgokba, mert, Ugye van az a, van terünk, amely, 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 a nagy templomtól a gimnáziumon keresztül a kosztolányi szoborig, és akkor megyünk a zsinagóga is vissza, városháza itten ugye a szecessziónak a gyöngyszeme és a Reichel palota, és ezzel lezárult, lezárult Szabadkának egy, 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 olyan, egy, olyan, emlékmű érzete, amely, amely már pedig van, a Szent Rókus szoborot azt ledöntötték, nem tudom pontosan melyik évben, de nem is annyira, nem, áthelyezték a, a templom kertjében. Ez hálás ilyen kérdésekben dönteni, hiszen ugye a szoborkérdés az olyan, Hát, illetve nem maga a kérdés, hanem már a megnyilvánulás, amikor valami eldöntődik, és akkor felállítják a szobrot, vagy adott esetben eldöntik a szobrot. Annyi véleményütköztetés van mindig ekről. Mindig valakinek tetszik, mindig valaki rábólint, mindig valaki ellenemegy. Tehát nagyon nehéz olyan döntést hozni, ami a közjónak jó, vagy hogy mindenkinek tessék, szinte lehetetlen is. Én magamból indulok ki. Ez Az előbb azt mondtam, hogy én szeretem a városomat, és ismerem a városomat kérem szépen, azok, akik, akik ilyen szem, szemben ellentétes véleményekkel, meg kérdések, ide helyezzük, oda helyezzük a szobrokat, amelyek megvitatják, elvitatják döntéseinket, szerintem nincsenek beleépülve, nem, nem ismerik Szabadka légzését, nem ismerik Szabadka, Szabadkának a magvát, nem ismerik azt a, azt a, azt a kultúrtörténetet, amelyel, amelyel talán egy, egy általános iskolásnak nem ellen, mert egy középiskolásnak bármelyikben már, már tudni kellene, illeni, Sajnos van a bizottságomban mostan, ugye hatalomváltás után egy-két tag, aki, akit, akit, majdnem, hogy edukációt tartunk a, 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 a néhány idősebb kollégé, illetve kollégákkal, hogy hát megértessük vele, hogy miért hozzuk meg ezt és ezt a határozatot. Tehát vannak, vannak tudatlanságok, hogy valamit szeressünk azt meg kell ismerni, hogy valamiben szerelmesek legyünk, azt, azt még imádni kell. Így vagyok én a Szent Háromság szoborral, így vagyok a Szent Rókus szoborral, így vagyok én e, e, Daniló kis szobrával, és így tovább, és így tovább. Tehát, tehát meg kell ismerni, mert ha én téged nem ismerek, nem is tudlak megszeretni. Ha nem, ha nem megszeretni, nem lehetek vele szerelmes. Én pedig arra kérem szabadkai, hogy tiszteljék és szeressék, és legyenek szerelmesek városukba, imádják azt, amink van, és őrizzük meg. Ez, ez, talán a legbecsületesebb hozzáállás, mert ezzel, ezzel nyitottak vagyunk minden, minden, köz, minden réteg iránt, minden, minden nemzet iránt. Tehát egymás mellett és egymással karöltve gyönyörű dolgokat tudunk tenni. Itt a szobor kérdésének, mert, mert itt a Városháza körül ugye összehoztunk tizenvalahány szobrat, ő. Nekem is vannak egyéni vélemények, hogy melyik való ide, melyik nem. De, de, de ezek egyéni vélemények. Én a szabizottságon szakmailag és esztetikailag is városrendészettel megbeszélve, hozatom, illetve hozom meg a, a, a döntéseket, és, és eddig minden döntésem száz százalékban el volt fogadva, visszamenőleg négy évvel. Úgyhogy, úgyhogy, tehát elő vannak készítve gyűlések, elő vannak a, a megbeszélés, elő vannak készítve az anyag, és közismerté tesszük a dolgot is. Nem, 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 lehet ellent mondani, mert annyira igényes, és annyira szükség van rá. Most van kettő szobar kérés, azt hiszem, hogy hétfőn lesz egy szobarbizottsági ülésünk, ahol kettő fontos dolog, egy a humánus futás, elbír a, a, futónő, hogy hívj Istenem, a... Igen? Ő, 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 ő rám telefonált, hogy per, hát mondom, természetesen meghozzuk, és hát azt fön palicson fogjuk, fogjuk ajánlani, hogy felállítsák. Köszönöm szépen! Hát beszéltünk itt szobrokról, versről, képekről, aztán ősz van a gyümölcs beért, köszönöm szépen, hogy a vendégem Én volt. is köszönöm a lehetőséget!